Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják, benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Az eddig szerzett mindössze 4 pontjából egyet éppen a Kozár Mislenytől rabolt az MB3 középcsoportjában sereghajtó Majos. Ebben az egy pontban reménykedtek most is, de azt sem tartották kizártnak, hogy megszerzik ebben az osztályban első győzelmüket. Csalódniuk kellett. Játékuk a zöldeknek rendben volt, de az egységesebb és erősebb vendégcsapat kitűnő helyzetkihasználással egy 4-est vágott a játékban, összességében egyenrangú Kismajosnak. A sötétmezes vendég Mislenyek előtt adódott az első komolyabb gólszerzési lehetőség, de Petrovic még szinte a gólvonalról menteni tudott. A következő hasonló módon kivitelezett vendégtámadás után megszerezte a vezetést a baranyai vendégcsapat, gyors tempóban lejátszott, pontos passzokkal, sok nyelven szólva szinte mattolták a feketék a hazai védelmet, miután Vajda finom érintésével landolt a majosi kapu bal alsó sarkába labda 1-0. A félidő hajrája is a Kozár Mislenyé volt. Előbb Genzler kapus bravúrja kellett ahhoz, hogy ne kapjon a Majos újabb gólt, vonalvédekezésük mögé bejátszott labdából a Mislenyi csatár azonnal zicserbe került, amit Hampuk nem hibázott el. Majos Kozár Misleny 0-2 a félidőben. A hazaiakat sokkolta az utolsó percben bekapott gól, ennek tudható be, hogy a második félidő elején bemutatott rövid zárlat egy életveszélyesnek nevezhető hazadás Genzler rálőtte a rátámadó második gólszerzőre, és Hampuktól nem is pattanhatott volna máshová labda, mint a majosi kapuba. 0-3. Eldőlt a találkozó. S ahogy ilyenkor lenni szokott, éppen a meccs utolsó percében vezetett Mislenyi kontra utáni sakmat helyzetből. Kirchner beállította a végeredményt. Majos Kozár Misleny a 22. fordulóban 0-4, ami persze a játék képe alapján túlzó különbség. Erőben és játékban rendben volt őszi önmagához képest stabilabbnak tűnő majosi csapat, de megint a régi lemez forgott. Tehát ez a csapat nem az őszi csapat. Akár az, hogy a sérültek, fölépültek, meghatározó játékosok, annak, hogy a Lizák megsérült megint hétközben, de úgy gondolom, hogy a Nagy Norbi, a Lednecki, és már a Szejler is, az újonnan igazolt Lok Petinek a szerepvállalásával biztos, hogy jobbak leszünk. Még várat magára az első győzelem, de ez azért egész más képet mutatott ez a mérkőzés, mint az őszi bármelyik. Erőbe, gyorsaságba, játékba is egálba voltunk. Helyzetkihasználásban nagyon nem. A 4-0-ás vereség a vendégek edzője szerint is nagyon túlzó. A játék az kiegyenlített volt, azt gondolom, hogy a 40. percig, viszont az ellenfél agilisabb volt. Nagyon jókor rúgtuk a gólokat, az már megváltoztatta a játék képét. Utána se volt könnyebb a mérkőzés, de már azt gondolom, hogy a csapat belül már jól lemenedzselte, már több terület volt, több lehetőségünk volt a gólszerzésre. Ezekből félidőnként 2 gólra váltott a baranyai csapat, amely nem elégszik meg a 7. helyen, tavasszal még feljebb szeretne lépni az MB3 középcsoportjában. Újabb világkupa fordulóban remekelt és igazolta azt, hogy súlycsoportja az 52 kg-os kategória elitjébe tartozik a paksi női cselgáncsozó Pupréka. Doha után Tel Avivban is 5. helyen végzett, és ezzel nem csak a tokiói olimpiai részvétel felé tett egy újabb nagy lépést, hanem a világranglistán elfoglalt pozícióján is javított a dzsúdós. Nincs megállás, keményen edz Pupréka, hisz a világ tetejére igyekszik az 52 kg-ban versenyző paksi dzsúdós. Cél a tokiói olimpia, mely belátható távolságra van már számára. Az eredményei pedig egyre jobbak a kicsi, de egyre erősebb lánykának. A mesterek tornáján az 5. helyért, legutóbb pedig a Tel Avivi Grand Slam torna bronzéreméért kapott pontokkal egyre feljebb kapaszkodik a ranglistán. Mindenképp jól jött ez az 500 pont, meg ugye a Masters-en is a 600 valamennyi, mert sajnos ebben a 100%-os pontgyűjtésben még csak elég kis pontjaim voltak, ami még csak az utolsó helyre volt elég idáig, de ez a 2 nagyobb pont azért jól megdobott engem is, mind a világranglistán, mind a kvalifikációs ranglistán, úgyhogy a világranglistán szeretnék még feljebb húzni, a kvalifikációs ranglistán pedig szeretném, hogyha azért még ennél is biztosabb lenne a helyem. Igaz, hogy most megelőztem pár ember, de azért még nem mondanám ezt annyira biztos helynek, úgyhogy ott is szeretnék azért még feljebb húzni.
ha minden igaz, még lesz 4 Grand Slam, egy EB és egy VB az olimpiáig. Most a következő héten lesz ugye a taskenti Grand Slam, ott most nem veszek részt, végül abban maradtunk, most egy kis pihenő, úgymond verseny szempontjából, de edzések persze lesznek. A legközelebb március végén a Tbilisiben rendezett Grand Slamen már indulok, utána még nem teljesen beszéltük végig, hogy pontosan mi is lesz, az EB az biztos, meg a VB, azon kívül, hogy az Antáliában a Grand Slamen vagy a Párizsi Grand Slamen indulok, még az még képlékeny. Érheti 10 edzés, az bőven belefér a hétbe, egy-egy hétbe, de a most a hetet azt itthon töltöm. Tegnap voltunk Pesten keretedzésen, holnap megyünk Bajára délután, de a többi nap most itthon leszek, de szerintem jövő héten, kett szerda csütörtök megint fölmegyek Pestre, mint az utóbbi pár héten is fönn voltam 3 napokat Pesten. Úgy gondolom, hogy ez azért sokat hozzátesz, mert ott vannak partnerek, itthon azért láttuk, hogy fiatalok vannak, meg még nem annyira az a szint, mint amire mi készülünk, de reméljük lassan ők is beérnek, és akkor nem kell ennyit utazgatni. A nyári 5-karikás játékokon súlycsoportonként a legjobb 18 vesz részt Tokióban, azonban egy nemzetet csak egy cselgáncsozó képviselhet. A kvalifikáció június 28-án zárul, addig még 4 Grand Slam tornán, valamint egy-egy világ és Európa bajnokságon gyűjtögethetnek pontokat a dzsúdósok. Az 5-karikás játékok legfontosabb versenyét, a világbajnokságot Budapesten rendezik meg június 3-ától, melyen biztosan tatamira lép a paksi reménység is, Pupréka. Nagy verést kapott Hőgyészen a bajnoki dobogóvárományos MB2-es élcsapat a Kalocsa, a férfi kézilabda MB2 megyei rangadóján. A stabil középcsapat Hőgyész okos, taktikus játékkal és szervezett védekezéssel párosuló, ötletes támadójátékkal szinte esélyt sem adott az egy meghatározó játékosát, Szvéteket ezúttal nélkülöző, őszi önmagát elmaradó, de továbbra is jó képességű kézilabdázókból álló kalocsai csapatnak. Ahogy a bajnok esélyes nagykanizsai Tungsramból, a Kalocsából is alaposan felkészült a sárgamezes hazai Hőgyész. Előre tolt kilépős hatos falas védekezéssel szemben nehezen találtak rést a kék-fekete kalocsaiak, akik bizony érezték átlövőjük Szvétek Balázs hiányát, akire hosszabb időn át nem számíthatnak. Okosan lassították, tördelték a dobogós csapat védekezését, játékát a Hőgyésziek, akik szép lassan, de biztosan elhúztak 2-3 góllal. Ha kellett gyorsindításból, ha visszarendeződött a Kalocsa, türelmes labdajáratás utáni beálló vagy éppen szélső figurából érték el kidolgozott helyzetek után góljaikat a sárgák. Szünet után sem tudott tempót, harcmodort váltani a Kalocsa, ha lehet, még jobban uralta a meccset a Hőgyész, amelynek játékához egyéni megoldásaival bizony most is sokat hozzátett a Nemzeti Kézilabda Akadémiától kölcsönbe érkező két fiatal, Igali Gergő és Kovács Dominik. A rutin és a tapasztalat, a fiatalos lendület remek egyvelegét alkotva, nincs rá jobb szó, szinte lekézilabdázta a Hőgyész nagynevű ellenfelét, és a második félidő közepén már 7-8, majd 9-re is nőtt a különbség, eredményben nagyon megmutatkozó módon a két csapat között. Csak minden második hazai találatra tudott válaszolgatni a Kalocsa, így a mérkőzés végére már 10 gólosra nőtt a különbség. A 26-16 azok számára bizonyára vaskos meglepetés, akik nem látták a mérkőzést a tamási Vülc Ádám általános iskola csarnokában. A Kalocsának tudtuk a nehézségeit, a Szvétek Balázs, ugye, aki náluk egy meghatározó játékos, ő sajnos sérülése bajlódik, tehát ő nem játszik ma a tavaszi szezonban. Mi külön készültünk a többi játékosra, ugye itt gondolok a Katona Bencére vagy a Schmidt Raúra, tehát ő nekik azért ez egy nagyon komoly csapat, ezt hozzá kell tennem. Sikerült, azt gondolom, hogy amit említettél, a felkészülésünk is jól, illetve hát az mindent elmond magáról a mérkőzésről, hogy 16 gólt kaptunk egy Kalocsától. Ilyen nem nagyon fordul azért elő velük. Szerintem nagyon jó védekeztünk, volt mögötte kapus teljesítmény, és támadásban pedig ami dolgokat megbeszéltünk mérkőzés előtt, fél időben esetleg az időkéréseknél, azokat
játékosai maximálisan betartották, és akkor ennek tudható be ez a viszonylag nagy arányú győzelem. Az első fél időben már elhittük, hogy ez nyerhető mérkőzés lesz. Azt gondolom, hogy a kapus teljesítmény határozta meg leginkább azt, hogy ekkora különbség lett. Tehát tényleg a 16 kapott gól az nagyon kevés. Alapvetően jó a védekezésünk, de mindig kell hátul egy kapus teljesítmény, és ez most megvolt szerencsére. Elől meg fegyelmezettek voltunk. Szokásosnál kicsit fegyelmezettebbek voltunk, és ebből adódott az, hogy az összes játékunk az lényegében ült, és zicserig tudtuk kijátszani. Megint voltak hibák, de Isten igazából ezt hátul meg tudtuk oldani, és magabiztosak voltunk támadásban is. Egy kalocsa hűgyész bárhol is játszák a kézilabda NB2-ben. Itt a térségben több mint egy meccs, maga a derbi a kézilabdázás harmadik vonalában. Az őszi 7 gólos vereségre megvolt a 6-6-os hűgyészi válasz, miután a hűgyész stabilizálta a 6. helyét a bajnokságban, a kalocsa pedig törheti a fejét, mitől ragadtak be tabella másodikként a tavaszi folytatásnál. Néhány hét múlva kiderül, csupán hullámvölgyről, vagy esetleg kisebb válságról van szó az ő esetükben. Noha vereséggel indult az új esztendő, emiatt nincs elégedetlensége a Mecsek-Nádasdi MB2-es férfi kézilabda csapat házatáján. A fiatalítás egyfajta kényszerűségből is történt az új év eddigi bajnoki meccsein, de ha felépülnek a rutinos játékosok, Frey Tamás edző a későbbiek során is lehetőséget fog adni az új generációnak. Így is reménykednek, hogy az előkelő 4. helyük megtartható lesz a bajnokság végén. Két vereséggel indult az évad a Mecsek-Nádasdi MB2-es férfi kézisek számára. Ebből a bajnoki címre esélyes Dunaföldvár elleni idegenbeli mérkőzés mondhatni bekalkulált volt ebből a szempontból. Az MB2 délnyugati csoportjában még mindig előkelő 4. helyen álló Mecsek-Nádas számára. Akik továbbra is egységesek, kellőképpen erősek, és bíznak abban, hogy folytatják előkelő pozíciójuk megtartása a szükséges pontgyűjtést. Hogy ez most két alkalommal nem sikerült, az egy dolog, mindezt a kulcsjátékosok hiányával is magyarázhatnák, ami a csapat védekezésükre hatott elsősorban negatívan. Nálunk is a járványhelyzet az is közbeszólt, kulcsjátékosaink hiányoztak a csapatból, így nehéz helyzetbe került a védekezésünk, ami eddig nagyon fontos volt nekünk, amiből tudtunk mindig könnyű gólokat lőni, az most igazából nem volt meg. A beállójáték variációja egyébként a Mecsek-Nádasd erőssége, készült is ebből kellőképpen a Dunaföldvár. A több fiatal kényszerű egyben tudatos bevetéséből arra lehet következtetni, hogy mindez a későbbiek során is megtörténhet. Mert hogy az idősebb játékosok, például a csapat edzője, noha még bőven fel tudna nőni az MB2-es követelményekhez, úgy döntött, nem húz már szerelést. Mi is készültünk rájuk. Úgy gondolom, hogy a megvalósítása mai napon a pályán az nem úgy sült el, ahogy szerettünk volna. A helyzeteinket nem tudtuk úgy kihasználni. Ebből a védekezésből lett egy kis kapkodás, és kialakult ez a nagy különbség, amit megérdemelt a Dunaföldvár. Én sem vagyok már 18 éves, de úgy gondolom, játszanak a fiatalok. Igen, a pályafutásom alatt én már sok mérkőzést játszottam, és úgy gondolom, azért tudni kell abba hagyni, és én úgy döntöttem, hogy inkább segítem a fiatalokat a pálya széléről. Jelen pillanatban 4. dobogóra azért szeretnénk odaérni, de meglátjuk a többi csapatokat, hogy van utánpótlás, sajnos egyre kevesebb gyerek, úgyhogy ahogy az országban is látom, de próbáljuk itt a járványhelyzet, hogyha majd egyszer elmúlik, a korlátozások feloldódnak, hát hogyha több gyerek kezd el kézilabdázni. Nekünk az erősségünk, hogy egy jó közösség vagyunk, ezt mínusz 10 gólnál is, meg plusz 10 gólnál is ugyanaz az maradjon meg, a jó hangulat, és mi ezt próbáljuk ezt képviselni csapaton belül, és ezzel próbálunk mindig előrébb végezni a bajnokságban. Meglátjuk majd, mennyire lesz elég. Mi nem vagyunk egy fiatal csapat, de azért törekszünk minél több győzelmet szerezni. Íme egy hangulatos település Mecsek-Nádasd, ahol továbbra is fontos, hogy hosszú távon legyen saját nevelésből is építkező MB2-es férfi kézilabda csapat. Összefognak, tesznek érte,
Nem mondják ki, de valahol ők is tudják, Mecsek Nádasdon már a városmarketing része is a sport, ezen belül a kézilabda. Győzelemmel tért vissza a válogatott szünet után a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. 25 napnyi meccs szünet után 85-78-ra nyert az atomerőműese ellen Dragan Alexics együttese. Ezzel a győzelemmel megmaradt a remény a playoffba kerülésre. Legutóbb a bajnokaspiráns BR résztvevő Falkó KC Szombathely ellen játszott tétmérkőzést a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. A válogatott szünet utáni első meccsen aztán az ASE érkezett Pécsre. Decemberben Pakson jól játszott ugyan Dragan Alexics együttese, de a harmadik negyedben megbosszulta magát a sok eladott labda, és akkor a találkozót 93-75-re a paksiak nyerték. Most szombaton gyors pécsi kosárral indult a találkozó, aztán a paksiak egy 0-6-os rohammal fordítottak. Ezután a PVSK-nál Brükics és Van der Burg gyártotta a pontokat, de Ruják András és Czarev is betalált. A negyed végére egy pontra jöttek fel Dragan Alexics tanítványai Luis 3 pontosával. A második negyed elején ismét Luis triplájával átvették a vezetést a pécsiek, majd Ruják kettesével növelni tudták ezt. Ekkor már egy izgalmas, kiélezett mérkőzés zajlott a pályán, és 3 villámgyors támadás után a PVSK 10 pontos előnyével vonulhattak pihenőre a csapatok. A félidő után jól kezdett a Paks, szoros végjáték kezdett kibontakozni. A harmadik negyedet 23-17-re nyerte Zunic Branislav együttese, így az utolsó 10 percre 4 pontos pécsi vezetéssel fordultak a csapatok. A negyedik negyedben ugyan átvették a vezetést a paksiak, de Luis triplájával megkezdődött egy pécsi roham, és 85-78-ra nyert a PVSK Veolia hazai pályán. Sokkal erősebben tudtunk játszani, mint a szünet előtt. Jól használtuk ki az időt a felkészülésre. Újjáépítettük magunkat, fizikálisan sokkal jobban nézünk ki, mint 3 héttel ezelőtt. Gratulálok a játékosoknak, egész meccsen 100%-ot nyújtottak. Voltak hullámzások a játékban, de amikor keményen küzdenek és akarnak védekezni, futni, akkor mindig van esélyünk a győzelemre. Nagyon fontosak ezek a hazai győzelmek, hogy legyen esélyünk a 8-ba kerülni, de ez a többi csapattól is függ. Ma elégedett voltam a látottakkal, és remélem, hogy ez így is marad a szezon végéig. Igen, szerencsére sikerült jó tempóban nyitnunk a meccset. Biztos, hogy segített ez a pár hét szünet több játékosnak kicsit kipihenni magát. Kiépítettük azt az előnyt, ott volt ugye az a gödör, amikor visszajöttek. Azután volt, hogy olyan adókapok, amit... Hát szerintem abból egy igen vicces videót lehetne összevágni, amikor föl alá rohangált ész nélkül mind a két csapat. Szerencsére abból megint jól jöttünk ki, aztán a végén a kulcshelyzetekből betaláltuk az embereink. Jó volt a hozzáállás, meg a védekezésünk is többször. Abban talán előrelépés volt az eddigiekhez képest, és szerintem ennek köszönhetjük a győzelmet. Nagyon harcoltunk, az biztos. Az első negyedben azt gondolom, hogy... Először a védekezéssel tudtunk egy kicsit kontrollálni a meccset, támadásban pedig megtaláltunk a dobóhelyzetek, amit bedobtunk, és aztán a második negyedtől sokat futottunk az eredmény után, amit nem volt könnyű, de ott lehettünk az ellenfel nyakán. Azt gondolom, hogy a negyedik negyedben volt egy kisebb időszak, amikor tudtunk eldönteni a meccset. Amikor vezettünk, aztán volt egy zicser, 2 vagy 3 kihagyott büntetőt és egy eladó labdánk. Egyébként nagyon harcoltunk, egy picit pontatlanok voltunk megint, főleg a döntő pillanatokban. Szeretnék gratulálni a Pécsnek, akik megérdemelten nyert ezt a meccset. Először is gratulálok a Pécsnek a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést is meg tudtuk volna nyerni. Kicsit higgadtabban játszunk és nyugodtabban. Nagyon sok könnyű kosarat engedtünk a Pécsnek, és ezt ki is használták. Sajnos tényleg nagyon nagy rohanás volt itt a végén, ott egy kicsit megálltunk volna. Talán jobban tudtuk volna rendezni a sorokat, és nem lett volna ilyen
úgymond nagy arányú vereség. Nem is tudom, mennyire lett a vége, talán 7 vagy 9 pont. Gratulálok a Pécsnek, megyünk tovább, most megyünk Szombathelyre, megpróbálunk nyerni, nem lesz egyszerű, megyünk tovább. Gól nélküli döntetlennel ért véget a szomszédvári rangadó vasárnap. A Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgó bajnokság 26. fordulójában a PMFC a Szentlőrincese vendégeként lépett pályára. A 92. percben ugyan a pécsiek betaláltak a szentlőrinci hálóba, a partjelző les miatt nem adta meg a gólt, így 1-1 ponttal távozhattak a csapatok a stadionból. Zsinórban 5. februári tétmérkőzését játszotta a feketemezes PMFC a piros-feketében pályára lépő házigazda Szentlőrincese ellen. A nem túl jó minőségű pályán inkább a küzdelem dominált. Az első helyzet a házigazdák előtt adódott, amikor a 19. percben Nagy Barnabás lövése szállt el a pécsi kapu jobb felsője mellett. Aztán a 24. percben Geiger Norbert szerzett labdát, távoli lövése megpattant a szentlőrinci kapus előtt, aki csak második szándékra tudta megfogni azt. A félidő vége előtt ismét a PMFC előtt adódott gólszerzési lehetőség. A 38. percben Óvári Zsolt szöglete szállt be a hazaiak kapuja elé, ahol Rácz László érkezett a legjobb ütemben, a védő közeli fejese azonban fölé szállt. A PMFC lendületben maradt a szünetig. A 39. percben Adamcsek Máté lőtt kapura egy szabadrúgást a bal szélről, amit Hajagosnak kellett kiöklöznie. Nem sokkal ezután Barta László lövését Rácz csúsztatta meg, míg a szentlőrinciek kapusának a bal alsó irányába elvetődve kellett védenie. A fordulást követően Adamcsek Máté szabadrúgását Preklett Csaba csúsztatta meg veszélyesen fejjel, de a labda elment a hazai kapu mellett. A 66. percben Futó Zsombor nagy bedobását Rácz csúsztatta tovább, a menteni igyekvő Molnár Róbert majdnem saját kapujába fejelt. A folytatásban is becsülettel támadott a PMFC, a házigazdák pedig igyekeztek megállítani minden egyes próbálkozást. A 88. percben Harsányi Istvánt ugratták ki, de a támadó keresztpassza erősre sikeredett, és társai nem érték el a labdát. A 92. percben Futó bedobását Bajner Bálint csúsztatta meg, így helyzetbe hozva Németh Márkot, aki védője mögül kibújva közelről a hazai kapuba talált, de a partjelző les miatt nem adta meg a gólt. Mint kiderült a felvételekből, téves ítélet született, így a PMFC egy ponttal távozhatott Szentlőrincről. Ezzel a pécsi csapat megőrizte tabellán elfoglalt 4. helyét, sorozatban 4. bajnoki mérkőzésén maradt veretlen. Természetesen az eredmény végkialakulásával elégedetlen vagyok, ettől függetlenül ezt be kell, hogy valljam, hogy ez a mérkőzés nyomokban tartalmazott csak futballt. Gyűrték, gyömöszölték egymást a csapatok, igazi futball a mai napon nem alakult ki. Ettől függetlenül megnyerhettük volna véleményem szerint a mérkőzést, próbáltunk minden körülményhez alkalmazkodni, meg is rúgtuk a gólunkat, úgy látták nem volt szabályos, úgyhogy el kell, hogy tudjuk fogadni. Ettől függetlenül nem ezzel kell, hogy foglalkozni, inkább azzal, hogy a saját teljesítményünket próbáljuk meg olyan szintre hozni, hogy ezeket a mérkőzéseket a legközelebbi adódó alkalommal meg tudjuk majd nyerni. Hát egy igazi rangadót ma játszottunk, úgy érzem. Egy igazi harcos mérkőzés volt, sajnos ennek a pályatalája is hozzá járult. Én úgy érzem, hogy igazságos döntetlen született. Én most a csapatomnak gratuláltam egy ponthoz, mivel ami a számomra a legfontosabb dolog, hogy egy dologba szintet léptünk. Ez az, ahogy a Pécs egy legjobb támadó csapat a pontrugásnál, a támadó pontrugásnál, és ezeket tudtunk levédekezni. Ebben nagyon úgy érzem, hogy szintet léptünk. Én nagyon remélem, hogy ez továbbiakban fog kitartani. És ha ez lesz, akkor ezzel a hozzáállással, ezzel a csapat teljesítménnyel képesek vagyunk tabellán is szintet lépni. Itt igazából igazságos döntetlen született is, megyünk tovább, kiszünk tovább, mert szerdán van a következő forduló, és soroksra utazunk, rajta leszünk, hogy gyorsan regenerálódunk, és ezzel a céllal megyünk oda, hogy tovább gyűjtsünk össze a pontokat. Mivel van nekünk egy közös cél, és ezt mindenképpen akarunk elérni.
Önök Pálya című sportmagazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!